Egymás után érkeznek a vásárlók ide a nyíregyházi búzatéri piacra, de a koránkelők már reggel 7 órakor sorban álltak a friss húsért és hentes árukért. Az eladók szerint azonban a nyári időszakban csökken az érdeklődés a hústermékek iránt. Nyári időszakban végsősorban vannak olyan termékek, amik jobban mennek, tehát a flekkenezéshez, bográcsoláshoz, ilyesmihez, de összességét tekintve egy heti forgalmat lényegesen kevesebb húsvásárolnak az átlag emberek, mint mondjuk ősszel-télen, mert hát kevésbé kívánja az ember, gyümölcsöt eszik, zöldséget eszik, az inkább szezonálisabb ilyenkor. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb felmérése alapján július közepén a sertés és baromfi húsok jelentős részének termelői, értékesítési és kiskereskedelmi beszerzési árai 10-18%-kal alacsonyabbak voltak, mint tavaly ilyenkor. Szent Miklósi János szerint az árak alakulása sok szereplős összetett folyamat, amelynek végén a hazai kiskereskedésekben, ahová kis mészárszéki bontás után kerülnek a lehető leghamarabb a pultokra a termékek, nem bár változott jelentősen sem a felvásárlási, sem a fogyasztói ár. A beszerzési ár, amit mi vásárolunk, magyar sertés, meg magyar csirkénél jelentősen nem változott. Konkrétan a csirkének pont ugyanannyi, mint tavaly ugyanebben a szezonban. A sertés húsára egy pár százalékot csökkent. Ezek jellemzően szerintem inkább a import termékekre vonatkozhatnak, tehát beleértve a import sertéshús, a baromfinál nem tudom, hogy mennyire befolyásol, de az import sertéshúsnál igen megfigyelhető a lényeges árcsökkenés, de mi ezeket a termékeket nem forgalmazunk. A szakember úgy látja, a húsárak alakulása mögött nemzetközi kereskedelmi folyamatok is szerepet játszanak. Az import sertéshús többnyire Spanyolország, Belgium, Hollandia, ők a Európában nagy hústermelő részek, tehát és hát a multiknál előfordul, hogy ezeknél van. Végsősorban nekik az exportálási problémákból származó, mert most felmerültek Kínával exportálási problémák, ez a belső piacon megjelent egy jelentős, tehát Európát tekintve belső piacon egy jelentős felhalmozódás, és emiatt valószínűleg csökkentethetik az árakait. Hozzátette, a valaha volt árstoppos termékek, úgy mint a csirkefarhát, a csirkemell és a sertéscomb, továbbra is a leggyakrabban keresett áruk. Éves összevetésben az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a magyar vágósertés termelői ára kilogrammonként 836-837 forintba került júliusban.